Keressük ki a mecetek közül az alábbiakat. Sima izomszövet, aráncsíkolt izomszövet, szívizomszövet. Az izomszövetek középső csíralemez eredetűek. Feladatuk a test és benne a szervek szövetek mozgása, mozgatása. Az ide tartozó szövetek közös jellemzője, hogy a szövetet alkotó sejtek hosszúkásak, illetve inger hatására képesek összehúzódni, majd elernyedni. Vizsgáljuk meg a metszeteket mikroszkóppal. Az izomszövetek esetén általában jellegzetes a vörös szín, illetve a hosszanti lefutás. A sima izomnál egyöntetű képet látunk, az orsó alakú sejtek csak nagy nagyításban láthatók. Sima izom található a szerveink falában, illetve az alacsonyabb rendű állatok, férgek, holttestvérek mozgását is, ez a szövet biztosítja. A haránycsíkolt izom onnan kapta a nevét, hogy mikroszkópos felvételen haránycsíkoltságot mutat, így nehezen összetéveszthető más szövettel. Az ember vázizomzata és az ízelt lábok izmai haráncsíkolt izmok. A szívizom felismerése már nagyobb tapasztalatot igényel. Nem minden metszet esetén kivetők a szövetre jelentő haráncsíkoltság és a rostok elágazása egyben.